Ide jön, drágám. Akkor a vállalpenes tárgyalást elkezdtek. Hello! Sziasztok! Sziasztok! Mi itt vagyunk, ti meg ott. A legnagyobb nehézség az Ázsia Expressben. Ezt mások is megkérdezték, és nem tudtam arra válaszolni konkrétan, hogy mi volt számomra a legnehezebb, mert hogy az egész út annyira magas energiaszinten zajlott bennem, olyan élményeket gyűjtöttem, hogy sem a fáradtság, sem az éhezés, sem a cipekedés, sem az időjárás, tehát semmi úgy nem viselt meg, hogy azt mondtam volna, hogy, tehát, hogy ez soha többet. Tehát én mennék vissza. Te? Nekem legnagyobb nehézség, hogy nem szólt a telefonom, de most szólt, úgyhogy most megnézem, hogy micsoda. Rögtön, amikor megkerestek, hogy ezt elvállalnám-e, akkor az a dolog lebegett a szemem előtt, hogy ez egy hatalmas élmény lesz, egy hatalmas kaland, kihívás, és mondjuk például az, hogy kipróbálhatom magam teljesen más körülmények között, teljesen más szituációban. Megtudhatom, hogy mennyi a tájékozódásra. Azt kérdezi Dominik, hogy miért vitatkoztatok ennyit? Szerintem nagyon keveset vitatkoztunk, ahhoz képest, hogy amennyit vitatkozhattunk volna, csak három számoltam. Én azt vállalom, hogy én vitatkoztam veled sokat. Nyilván, amikor valami esetleg úgy nem sikerült, hogy szerettük volna, akkor az elkeseredettség, vagy a kudarc élmény az, ami esetleg arra késztetett, hogy vitatkozzak ezzel az áldozó emberrel. Egyébként az van, hogy mindenki azt kérdezi tőlünk, hogy úristen, hogy bírtátok? Milyen strapás volt ez az egész, stb. De mindenképpen a szép emlékeim között tartom ezt meg. Az időjárás az, én nekem az sem. Tehát tényleg nagyon meleg volt, magas volt a páratartalom, sőt egyszer egy nagyon kemény eső is elkapott minket, akkor Lajos bőrigázott, én kevésbé. Az ázsiai hosszú dolgozott, végre dolgozott, amit testközelből élhettem meg. Egy picit se bántott az, hogy esik az eső. Jó, mert legyen kérdezett, hogy lesz eső ma. Mondtam, hogy dehogy lesz. De rossz el láttunk, ott pont volt. Volt az elején egy Facebook ajánlás, hogy egy fiatalabb emberrel, ha elmehettem volna, akkor lehet, hogy ez az egész másképp alakul. Én igazából erre azt tudom válaszolni, nyilvánvalóan kipróbáltam volna mondjuk a párommal, Mikivel is ezt a történetet, mert ugye ebben az esetben szerintem csak ő jöhetne szóba, de inkább azt csináltuk volna, hogy picit tovább maradni ketten, és akkor lett volna úgy számomra igazán kerek a történet. Az igazság az, hogy ugye 19 évig együtt dolgoztunk, jó barlozban, hideg frontban, meleg frontban. Innentől kezdve nagyon jó volt ezt kipróbálni, és most teljesen az én gondolatot osztom meg veletek. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy Noémi olyan szituációban, amikor nem az Atlanti-óceán térségéből érkező váltakozó nedvességtartalmú levegőről beszél, amit megoszt velem szakmailag, akkor egy váratlan szituációban hogyan viselkedik, hogy tűnjük meg egymást. Nagyon jó, kisebb súrlódások, zöglődések persze voltak. Én visszamennék, vele is visszamennék, de egyéni játékokban is részt vennék, ami mondjuk ezelőtt 30 évvel történne meg az életemben. Tehát, hogyha 20-30 évvel lennék fiatalabb, akkor vennék részt ilyen vagy ennél erősebb játékokban. Olyan rendes népeknek látszottak amelyik familiánál aludtunk második éjszaka. De Lajos, de mondjuk ezeknek, hogy fél és feleség vagyunk, mert ezek ugye megrólnak bennünket, hogyha kiderül, hogy van idegenek, alszanak egy gyárban. Sokkal konzervatívabbak, mint bizony, ahogy elfogadják azt, hogy munkatársként egy szobában alszunk, mert hogy így adja az élet. És erre mondott, hogy akkor csináljuk úgy, mint férj és feleség, és itt becsukod a hálószoba ajtót, kész voltam, gyerekek. Most nézve a műsort, Katinkáig kapcsolatához mit szóltok? Hát ők ott tartanak nagyjából, hogy szerintem már a Zita megszokta a Katinka stílusát, Katinka meg sokat már formálódott, és szerintem lejjebb is adott a... Ő azért egy harsány személyiség, minden szeretetemmel együtt mondom ezt, úgyhogy én abban bízom, miután mi sem tudjuk, hogy hogyan zajlottak az események, azután, hogy mi hazajöttünk, hogy ők azért sokkal jobban össze fognak csiszolódni, és nem pedig széthúznak. Tehát mind a kettő majd egy picit
Zita talán lazul, Katinka pedig finomodik. Ha esetleg azt tudtam volna, hogy milyen feladatok vannak, és most a feladatok nem az, hogy meg kell tennem a vietnám évest, hanem az, hogy kettő és fél órán keresztül az országút szélén állok, kvázi megalázottan, amiből már kinőttem, akkor elgondolkodtam volna, hogy ezt bevállalom-e vagy nem. De nagyot veszítettem volna a dologgal, mert ezt is kibírtam, és a szálláskeresés, amikor nulla forintért, nulla pénzzel odamész, és mondod, hogy hát mi szeretnénk két elgyötört, bár jól kinéző turista. Nem tudom, hogy mindenhol vállalnám az turista. Igazán akkor többször eszembe jutott, hogy 67 évesen szükségem van erre, vagy nincs. Mármint a megaláztatásra, megalázásra. És a következő alkalommal már nem lenne szükségem.